Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit ma este az eredeti Fényzen templomban. Megköszönöm Miles és Barna koprodukciós bevezetőjét. Tudom, hogy jó párotoknak van kérdése, és már várom is az elsőt. Ki legyen az? A, nekem a vágytalansággal kapcsolatban volt egy kérdésem, hogy mi a különbség a jóféle vágy nélküliség, bocsánat, ez egy jobb szó, illetve ha van ilyen a rossz féle között, tehát hogyan lehet megállapítani, hogyha mondjuk valaki egy mondjuk egy vágy nélküli közeli állapotban érzi magát, vagy úgy gondolja, hogy úgy érzi magát, akkor az most tulajdonképpen hát ilyen detachment, ami ugye jó, és akkor hajrá, csak itt tovább, két lépés már csak megvilágosodás, vagy pedig, vagy pedig valójában ez csak mély depresszió, és inkább fordulni a szakemberhez. Amíg van gondolkodás, addig van vágy. Nézd meg a gondolkodás irányát, és amilyen irányba megy, pontosan az lesz az eredmény. Tehát vannak az írásokat rosszul olvasó buddhisták, őket lehet a semmi bajnokainak hívni. Tehát az egészet, amit csinálnak, nullára akarják írni, hogy a nem létezés gyönyörében feloldódjanak, amely azért ellentmondásos, mert hogyha tényleg a nem létezésről lenne szó, akkor ott gyönyör sincs. Mert a semmiben csak a semmi van. Akkor, amikor a vágytalanság egy bizonyos fokát elérted, több mindenre képes vagy. Egyrészt, mivel nem húzgálnak a hajlamaid, meg a vágytárgyak jobbra-balra, elkezdhetsz dönteni, hogy valójában mit szeretnél. Ezért nézzünk körül. A szókásaink, berögződöttségeink elég erősen tudnak minket determinálni. Honnan tudod? Az illető azt mondja, nem tehettem másképp. De szívem, tehettél volna másképp, csak nem akartad. Hát amilyen irányba mennek a gondolatok, az érzelmek, a beszéd, a cselekedet, arra fog az avatár is menni előbb-utóbb. Nagyon nem szeretjük azt, és belső lelki problémákat tud okozni mélyen, ha a beszéd erre megy, a cselekedet meg a marra. Gondolok én olyan magasat, de érzelmileg pedig le a barlang legmélységesebb fotontalan feketességébe. Tehát előbb-utóbb megtanuljuk azt, hogy a tudat teremtése az a mi szabadságunk és felelősségünk egyszerre. És ehhez nem árt elérni egy olyan állapotot, amely mondjuk közel van az enkör 180 fokjához, vagy urambocsán is éri egy pillanatra. Amikor nincs én, nincs vágy, de ahhoz gondolkodás sincs, ha már reflektálsz rá, van én, van felület, van gondolat, és ez valamilyen irányba megy. Mi a depresszió? A depresszió energiahiány, motivációhiány, célhiány, mindenféle olyan probléma, amitől vegetálsz, de nem élsz. Nem akarsz fölkelni az ágyból, mert az elméd nem tudta azt a kritikus gombot megnyomni, hogy miért. Miért keljek ma föl? holnap úgy megint föl kell kelni. És ugyanúgy nincs célja az életemnek, nincs, akit szeressek, nincs, aki szeressen, nincs, akiért tegyek, nincs, aki tenne értem. És ez a fajta magány, ez nem egyenlő azzal a gyönyörű súnyatával, amit itt nyugaton nagyon sokszor rosszul ürességnek fordítanak, mert az eredeti szó jelentése az üres teljesség, vagy teli üresség, és akkor így ez egy kicsit a helyén van. Miért? A fogalmakkal, nem tudunk úgy bánni, hogy a mögöttesét is kimond, hogy az ellentéte is rögtön ott legyen. Tehát azt mond, hogy fekete, fehér. Vágy, vágytalanság. Haragvás, béke. De az, hogy ezek ugyanazon éremnek a két oldala, ez nem jön át. Csak akkor, amikor nagyon transzcendens, nagyon egész és nagyon tiszta fogalmazásban részesülsz. Az univerzum látható része ellentétekre van bontva. Ezen ellentétek kisülése az az energia, amelyből az akarat származik, és amely valamilyen irányba téged visz. Ha nem látod át a karmádat, akkor a sorsod visz téged valahova. Ha átlátod a karmádat, akkor te választod az utadat, hogy milyen világot teremtesz magadnak és másoknak. A vágytalanság, hogyha valakit nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el, akkor egy nagyon veszélyes abstrakcióval van dolga. Mert a vágytalanságban nincs semmilyen érzés. Mert gondolat, érzelem, beszéd és cselekedet sincs. Csak ez van. Tehát itt nincs vágy és vágytalanság, semmilyen ellentét, semmilyen fogalom, semmilyen név és forma. Ebből viszont minden lehetséges mivel minden lehetséges, egy nagyon tiszta tudatú, nagyon magas energiállapot ennek a teljes értékű tapasztalata. Ez szöges ellentéte a depressziónak. A depresszió az, amikor szét vagy tagolva, alacsony energiaszint, nem tiszta tudat, körben forogsz, állandó, mintha vérezne a szíved, gyenge lenne a tested, elképesztő állapotok vannak, és mindig pótszerek, pótcselekvések is ilyenek töltenek el. Ez a depressziónak egy elképesztően szignifikáns ugye, velejárója, hogy nem a te tetteidet teszed, hanem valami pótcselekvés van. Nem az igazi kapcsolataidat élet, hanem aki csak úgy van, csak, csak legyen már valaki. Csak akkor lehet ebből kijönni, ha a lélek letisztul, és elkezdi látni a karmáját, elkezden megkülönböztetni a színészt a rendezőtől, a színpadot a nézőtértől, a forrást az eredménytől, és végre a megkülönböztetés két pólusa, az alany és a tárgy, az én és a világ között feszültség alakul ki. Engedem, hogy kialakuljon feszültség, hogy mit akarok és mit nem akarok. És akkor helyesen tudom az irányt megválasztani. Legyen neked a legfantasztikusabb kocsid, ha nem tudod kormányozni, az első kanyarban bele a falba, vagy az árokba, vagy egy másik emberbe. A másik szélsőség ugyanúgy igaz, lehet egy olyan GPS-ed, navigációd, amely ezred milliméterre pontosan tudja az utat, ha nincs energiád, amivel elindítsd az autót, soha nem jutsz oda. Úgyhogy a depresszió és az üresség tapasztalata a világ két teljesen különböző pontján van, a vágytalanság, hogyha jól éled meg, akkor az választási lehetőség, és nem energiahiány. És egyszer-kétszer azért tényleg oda kéne találni a mozdonynak a forgó és jól forgatni azt a mozdonyt, hogy a megfelelő vágányon induljon el. A régi remízek előtt még volt ilyen. Lehet, hogy a mostaniak előtt is még van. Vigyázzunk azokkal az abstrakciókkal, amikor a gondolat elkezdi legátolni a szív vagy az elme működését. Ha túlságosan lefolytod a tüzet, akkor semmi nem lesz. Se melegvíz, se padlófűtés, semmi. Ha túl fűtöd a kazánt, akkor felrobban minden. Mi szükséges? Nem szétszedjük a rendszert, hanem kitakarítjuk a rendszert. Tehát aki túlelemzi saját magát, azt nem tudja összerakni magát. Aki nem lát rá magára, azt a karmája szétüti. Nagyon sok olyan nyugati gyakorlót láttam, ahol a gondolkodás gépezetét nem tudta leállítani az illető, és az elemző késsel szétanalizálta az egész életét, ilyen kis konklúziókvantumokra szétbontotta az egész tudatát, mindent. És ott ahogy láttad a köveket, az előbbit, Májsznak legyen hála, a saját életére egy ilyen derékszög párhuzamba rendezett romhalmazként nézett. És nagyon sok időbe telt megtanítani ezt az embert, hogy ne higgyen a szuperokos analitikus gondolkodásának, mert ezzel csapta szét magát. Ezzel gátolta le a működését. Ettől vált az élete elviselhetetlen, természetellenes és valahol energiahiányos létté mert nem engedte a dolgokat természetes medrükben folyni. A taoizmus nagyon sokat beszél erről, hogy lépj az útra, válj az úttá. Az viszont a gyakorlat tapasztalata, hogy ahhoz neked, mint elkülönült énség, el kell koptatni a határaidat, hogy az úttá válj. A korlátokon kell túllépni, és vissza kell térni az énség előtti állapotba ahhoz, hogy a megfelelő személyiséget ragd össze később. Tehát itt, ebben a teremben nem analizáljuk magunkat, látjuk magunkat. És egy olyan irányt veszünk föl, hogy a mozdulatlanból ismét mozgás lesz. A vágytalamból ismét helyes vágyteremtés lesz. Az is egy vágy, hogy érjük el a felébredést, és szabadítsuk meg minden lényt a szenvedéstől, ahogy ezt a bevezetőben hallottad. De egy helyes vágy, mert nem vezet szenvedéshez, illetve sokkal kevesebb szenvedéshez vezet, mint hogyha elképesztően csak énből dolgoznák. Tessék elkülöníteni a két állapotot, amiről beszéltél, mert nagyon-nagyon nincsenek köszönő viszonyban egymással, és minden segítséget meg kell adni egy depressziós állapotban lévő embernek, hogy kiöljön, de leginkább azt, hogy találja meg saját maga azt az okot, amiért él, azokért, az emberekért éljen, akik szeretik, és ő is szeretheti őket. És akkor a vágytalanság, mint abstrakció megszűnik, hanem marad egy tisztuló állapot, ahogy egy járművet elviszel a szervizbe, kiszállsz belőle, engeded, hogy a szervizmester az akna fölé álljon, elvégzik rajta a műveleteket, és visszakapod egy jobb állapotban. Ez az elme, ez az egész lényed, amikor ide te bejössz, akkor az énedet szépen szállítsd ki a járműből. Nincs rá szükség. Tedd a dolgod, légy a közösség szerves része, kövesd a formát, és akkor beindul a lélek öntisztító képessége egy bizonyos energiaszint fölött, és tiszta tudati állapotban ez megvalósul. Körülbelül akkor a különbség, mintha kancsóval öntenéd a vizet az autód szélvédőjére, amelyen rengeteg folt van a sok-sok út miatt, nem nagyon fog tisztulni. Amikor viszont magasnyomású mosóval elkezded masszírozni, akkor elég gyorsan lejön az összes rovarnyom, megkossz, meg egyebek. Tehát azért van a közös gyakorlatnak ekkora ereje és ilyen jelentősége, mert egyedül nem lennél rá képes. Legtöbbünk nem. Tehát nézzük meg az elme teremtését, hogy mi az, amit tényleg teszel, létrehozol, és azt hoz létre, amelyben okod van hinni, hogy téged és másokat is a megfelelő úton olyan értékek felé visz, amelyeket érdemes megteremteni, megtartani, és mások számára felajánlani. Így tudod visszaforgatni a karmát helyesen. Ha nem ajánlanád fel másoknak, akkor rajtad ragadna, énné válna, elsötétülne, csak a tiéd lenne, és ezáltal az a jóság, az az erény, amit teremtettél, végül tehertétellé és óriási kötelékké ragaszkodássá, hamis azonosulássá válna. Tehát ezért is mondjuk el a menedékvételt és fogadalmat minden reggel, és a négy bóthiszatva fogadalmat minden este. Ne ragadjon rád se a karmád, se a darmád. Nagyon fontos. Azt szeretném kérni, hogy beszélj nekünk arról, hogy hogy látod, mi a különbség a Ragaszkodás és a kötődés között. Nekem úgy tűnik, hogy a ragaszkodás az nagyon aszimmetrikus, egyoldalú, túlzó, és előbb-utóbb egy ilyen börtönszerű érzés lesz. A kötődés az azt érezteti, hogy legalábbis kölcsönös. Tanuljunk meg helyesen kötődni, kapcsolódni egymáshoz, és akkor nem azt érzed, hogy a másik börtönbe akar zárni a lojalitásával, szeretetével, kizárólagosságával, és nem érzed azt, hogy egy olyan kölcsönös birtoklás állt be, ami egy ilyen kétszemélyes fogda. Ez lenne az a ragaszkodás, amitől mindenki menekülne. Viszont társas lények vagyunk. Párkapcsolat, család, csoport, eltérő szintű, eltérő erősségű, de kapcsolatot kereső lények vagyunk. Na most, hogyha a kötődés nem kölcsönös, és nem megalapozott, és nem világos, akkor abból vagy magány lesz, vagy elképesztő szélsőséges kapcsolatkeresés. Egyikre sincs szükség. Tehát, hogyha a kötődést megnézed, mindenki kötődik valamihez. Hát látsz olyan remetét, aki az elszálló pillangókat így, jaj, de szép, de gyönyörű, és embert nem lát évekig. De a pillangókat azokat imádja. Tehát a kötődésre szerintem minden embernek nem úgy szüksége van, rájövünk, hogy mi egy kötődésből jöttünk létre, és most nem pont apura és anyura gondolok, de benne vannak erősen a buliban, hanem arra a kötődésre, hogy a lélek kötődik a testhez, és az élettel kötődsz ehhez a világhoz. Tehát ez a jiva, az érzékszerfesz kötött lény, angolul sentient being. Tehát az, hogy a lélek a testet fölvette, mint a járművet, és kötődik hozzá, hogy a karmáját tisztítsa, roncsa, létrehozza, elvegye, megtartsa, felajánlja. Tehát ezeket mind csak úgy tudjuk megcsinálni, hogy testesülünk. Tehát tessék megjegyezni, inkarnáció nélkül nincs útonjárás. Pont. Akármennyire strapásnak tűnik ez az emberi test, rendkívül rossz beruházásnak, mert egyszer mindenki meghal, mégis enélkül nincs útonjárás, nincs öröm, bánat, felébredés, elsötétülés, nem tudod megcsinálni azt, amire szükség van. Miért? Minden karmát inkarnálódott állapotban teremtettél. Ez a szerszám készlet. Ezt teremtette a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, gondolkodás, érzés, beszéd, cselekvés által. Ha ezen te változtatni akarsz, ami a lélektartalmad, ami szerinted te vagy, akkor muszáj ugyanezt a szerszámkészletet kézbe venni muszáj belebújni az overallba, és muszáj megint kesztyűt húzni, munkacipőt venni, és megint elvégezni a munkát. Tehát itt vagy a földi szkafanderedben ezzel az avatárral, és ha nem tudod, hogy miért vagy itt, és elképesztően kusza az élet, tessék egy kicsikét madártáblatból megnézni, hogy valójában miért születtél meg. És akkor a kötődéssel semmi probléma nem lesz, mert ne oldani is tudsz. Az oldás és kötés nagy művét el akarod végezni, el kell jutni egy olyan állapotba, amelyben nincs alfa és omega, nincs oldás és kötés, de ez a tudatállapot az, amely elvégzi mind a kettőt. Azt szeretném kérdezni, hogy van -e egy olyan életszemléletem, hogy nem veszem komolyan a, úgy a dolgokat, ez nem egyfajta felelőtlenség, hanem úgy viselem az életet, mondjuk, mint egy könnyű nyári ruhát, hogy most így képetesen megfogalmazom. Tehát, hogy nem ragadok bele haragban, hanem megpróbálom könnyed, megpróbálok könnyedén túllépni ezen. És ez átfordul egyfajta olyan élet hogy minden vicc, vagy minden, tehát nincs súlya semmilyen traumának, vagy semmilyen, tehát túl lehet lépni mindenen. Most ennek hol van a határa, tehát, hogy mi az, ami... Aminél már ez esetleg több kárt okoz, mint. Ez a mellette az... lévő embernél kezdődik. Mert ő lehet, hogy komolyan veszi. neki ez nem vicc. És hogyha neked vicc, és neki nem az, akkor előbb-utóbb abból szomorúság van. Abból ellentét van. Tehát nem úgy értem, hogy az, amit nekem okoznak traumát. Tehát nem az, amikor nyilván, amikor én okozok traumát, tehát nem erre gondoltam, hanem amikor mondjuk engem ér trauma, akkor ezen úgy túllépni, mint egy mint egy, mint egy, kisebb. Az a kérdés, hogy ezek után újra termelődik-e a trauma, vagy sem? Nem, tehát én úgy érzem, hogy ezzel tovább tudok lépni. Akkor ezzel mi a probléma? Állam. Hogy hol van ennek a határra, ennek az életszemléletnek? Agódsz a határ miatt? akkor ezt már nem veszed könnyedén. Itt a határ. De valójában az együttérzés és az önzetlen segítség a határ, mert nem csak tréged ért trauma. Nagyon sok embert ért trauma. Valójában mi a kérdés? Hát bent az interjú szobában ugye szó volt arról, hogy Vegyem, vegyem, tehát hogy ne vicceljem el ezt a dolgot, amit ott mi beszéltünk, a zenbotról volt szó, és annak a buddha természetéről, és bár látszólag megtaláltam a választ, csak hát komolyabban kellett volna vennem. <laughs> hiszem, Vajon ez, miért kértelek ez nem erre? Volt, ez nem volt Azért, hogy nem mosolyog. Biztos, hogy nem azért. Na. Talán azért, mert hogyha nem vesszük komolyan, akkor így elspriccel mindaz, Miért? Hát nagyon sok száz éven keresztül nagyon sok ember dolgozott, és most te lehet lehetsz ennek. És hogyha valaki túl könnyedén veszi, akkor úgy eltűnik, mint szálló madár a horizonton. És hogyha rálátsz erre a hozzáállásra, akkor ezen javíthatsz. Miért? Mert nem csak az embóttal járnál így. Járhatsz így barátokkal, járhatsz így társkapcsolattal. Járhatsz így értékes emberekkel és fontos dolgokkal, amiket pont azért veszíted el, mert nem vagy hajlandó tudomásul venni tényleg a létezésüket. Ezek után vedd annyira komolyan, amennyire tényleg kell, kötődj amennyire szeretnél, de hogyha minden a könnyed nyári ruha apró lengességével így eltűnik, akkor előbb-utóbb az életben senki és semmi nem marad. Mert nem vettél komolyan senkit és semmit. Mert hogyha valakit vagy valamit komolyan veszünk, abba energiát fektetünk. És hogyha energiát fektetsz az interjúba, akkor viszont van hozadék. Ezt úgy hívják, hogy jelenlét. Amikor valakitől azt hallod folyamatosan, hogy nincs időm, nincs időm, nincs időm, akkor valójában nem akar veled lenni az az illető. Nem akar energiát fektetni a jelenlétbe. És akkor beáll a lét elviselhetetlen könnyűsége, Melyek kunderának az egyik legjobb regénye, és hogyha nem olvastad, tessék olvasni. Jó? Hát az ember az élete során nagyon sok emberrel találkozik, és én legalábbis megfogadom magamnak, hogy ö, nem bontom az embereket jóra, vagy rosszra, szimpatikusra, vagy kevésbé szimpatikusra, és ugyanígy a, a helyzetek, amikkel szembesülünk, ott is ö, én legalábbis ö, időnként próbálom úgy megítélni, hogy az egyik helyzet az nekem legyen jó, kényelmes, a másik pedig nem. Tehát én ezt az ilyen dualitásokra szabdalt tudatnak élem meg, ami nagyon zavar engem, és a kérdésem az az, hogy hogyan kellene ezt a helyzetet, az ilyen, tehát minden helyzetet tulajdonképpen kezelnünk. Helyezd magad rögtön a másik félnek a lényébe. És akkor ez a néha teljesen fájdalmas nézőpont, hogy te dualizálsz, és tudod, hogy mit akarsz, az teljesen átváltozik, mert hirtelen a másik embernek a szemével látsz, az ő szívével érzel, az ő fülével hallasz, az ő testével cselekszel, és akkor ez teljesen átfordul. Alapvető együttérzés gyakorlat. Olyan gyorsan leszoksz az ítéletalkotásról, olyan gyorsan leszoksz az önközpontosságról, hogy az valami hihetetlen. Miért? Mert ez a magánynak az egyik legnagyobb ö, ismérve, hogy nem tudunk a saját nézőpontunktól megszabadulni, ennek következtében nem tudunk a duális viselkedés formánktól megszabadulni, tehát először leválasztottuk magunkat a világról, utána magunkban ketté osztottuk a világot jóra és rosszra, és akkor elbújtunk egy kis sarkában, és ott, ha fényt kapunk, örülünk, ha sötétséget kapunk, sírunk. És nézd meg, hogy ez a magánynak, az elszigeteltségnek, vagy a modern, modern ember szorongásának az alapja. Nem tudja leállítani az elméjét. Nem tudja meghaladni a saját duális tendenciáit. De ha mégis, akkor az tényleg az egy évvállással jár. Nagyon sokotoknak az első interjú volt a mai napon, még holnap is folytatjuk. Tehát amikor elérsz ehhez a ponthoz, amely tényleg csak egy csepp az óceánban, de hogyha megszűnsz gondolkodni, mert nem erőlteted, akkor van valamiféle tapasztalás, amikor végre te, mint elkülönült egoitás, egy pillanatra megszűntél létezni, és nem megsemmisültél, hanem megszabadultál. Ez más. Nagyon más. Úgyhogy tér vissza a gondolkodás elé. És innentől kezdve az egyévállás tapasztalatot használd fel úgy, hogy a másik ember, vagy a másik fél, egy fa, egy kutya, vagy egy madár lényében te jelen vagy. És nagyon nagy szabadulás és együttérzés tapasztalat lehet ebből. Jó? Meg szeretném kérdezni, hogy a buddhizmusban a, mi a helyzet a lélek képpel, hogy értelmezzük helyesen az Anátma tanítást? Köszönöm a kérdést. Egy központi mondatra utaltál, amikor a buddha idejében az átma brahman, a legfensőbb én, a legfensőbb önvaló mindig is az advaita védent a tetején volt, van és lesz, szükség volt az anátman megtapasztalására és kimondására. Miért? Hát az átma brákmanra, mint legfensőbb önvaló, legmagasabb énség vagy istenség annyi attribútum rakódott, hogy már szinte felismerhetetlen volt a sok-sok aspektustól. Ahogy nyugaton az Isten kép elfedi az Isten élményt, úgy keleten a sok-sok tudnivaló az átma brákmanról egyszerűen a tapasztalatot ellehetetleníti, mert minden tudni kell róla, és ezért legátolja magát a tapasztalását annak, ami eredetileg nem teremtett. És itt van a kulcs, hogy az átma Brahman nem teremtett, mert ő a teremtő. Innentől kezdve egy darab attribútuma nincs. Nem lehet látni, hallani, szagolni, tapintani, ízlelni, gondolni, érezni, mondani, tenni, ez mind már teremtés, illetve teremtettség és amit a buddha forradalmian, máig nem szűnő, gyönyörű fényjel realizált magában, hogy még az az énség sem létezik eredetileg, amely ezt tapasztalja. Tehát az a személyiség, az nem egy abszolút, változtathatatlan entitás, hanem bizony a lélek az gondolatokból, érzelmekből, beszédből, cselekedetből, emlékekből, megkülönböztetésből, és még rengeteg fizikai és mentális funkciókból áll. De ebben az abszolút én magot megtalálni, az nagyon sok vallásnak a mai napig a főtétele, és a Buta kimondta, hogy ilyen abszolút magva nincs. És ezért minden benned változik, ezért változtatható. A testet és a lelket teljes mértékben újra lehet építeni, le lehet bontani, meg lehet tisztítani, azért, mert semmilyen Állandó, abszolút darabja vagy alkotó része nincs. Miért? Mert keletkezett. Mert teremtett. Amit teremtett, az mind relatív. Az egyetlen, amely nem nevezhető meg néven és nincs formája, ezért inkább így brahmannak mondanám, az az egyetlen, ami teremtő. Minden, ami látható, hallható, gondolható, érezhető, tapintható, és a többi, az már teremtett mert rendelkezik formával, tartalommal, érzékszervi hatással és a többi. Ez a látszólagos aprócska különbség 2500 évvel ezelőtt egy teljesen új szellemi paradigmát hozott létre. Tehát elhangzott egy kulcsmondat 2500 évvel ezelőtt, hogy az énséget eredetileg abszolút értékben nem létezik. Makrokozmosz, az átmabrákban sosem testesül, soha sem születik. És ez most ilyen filozofikus mondatnak hangzik, de akkor ez forradalmi változás volt, mert hirtelen a te kezedbe tette a saját életedet és halálodat. Nem istenségek tucatjainak, százainak kellett áldozatot bemutatni ahhoz, hogy te a felébredés útjára lépj, és rengeteg változás következett be azért, mert az abstrakció helyett konkrétum lett, a kép helyett tapasztalat lett, az elképzett legfelsőbb én, mint fogható valami, az eltűnt, és van valami, ami nem név, nem forma, de tapasztalható. És ez az anátmannak a tana, és ennek a kifejtését rengeteg szútra tartalmazza, de a legtisztábban, legtömörebben a szívszútra. Ez a meghaladó bölcsesség szíves szútra. Amit abban recitálunk minden nap, az pont ennek az anátmabrákmának a gyönyörűséges gyakorlata. Tehát visszatérni ahhoz a tiszta tudathoz, amely nem név, nem forma, nem keletkezik, nem szűnik meg, nem én, nem más, nem kicsi, nem nagy, minden dualitáson túl van, és innen van. Na, ide térünk vissza, és ez az, amely csak ebben a pillanatban tapasztalható, mert hogyha ezt a pillanatot felbontod énre és világra, múltra, jelenre, jövőre és a többi, akkor ez az egész elvész a sok-sok aspektusban, attribútumban, gondolatban és egyébben. Tehát, ha azt mondod, hogy a legfensőbbén létezik, hiba. Ha azt mondod, hogy a legfensőbbén nem létezik, az is hiba ezzel hozta a Butha teljesen középre az egészet, és örökre hálásak vagyunk neki, és a pátriárkák megszámlálhatatlan nemzedékének, és az öt támogató hagyományoknak, sok millió emberről van szó, akik ezt eljuttatták hozzánk, és ezzel a megszabadulás útját felajánlották, a lélek megtisztulásának az útját felajánlották, hogy felébredettebb állapotban távozzunk innen, mint ahogy idejöttünk, és többet segítsünk, mint amennyit ártunk, és kevesebb téves nézetünk legyen, de több bölcsességünk, mert mind ezen múlik, ezen az alapon. És ezért a zen és a buddhizmus önmagában vallásosan is gyakorolható. Két és fél ezer éven keresztül rengeteg ilyen példát látsz, hogy externalizálják, és szobrok, és leborulás, és imádkozás, és egyebek. De van egy olyan Gyakorlás módja, amely itt nyugaton sokkal inkább elterjedt, hogy egy benső lelki-spirituális megvalósítás útja, amelyet világiak is bőven járhatnak, míg nem ugyanez a szemlélet keleten csak a szerzeteseknek, szerzetesnőknek jutott osztályészül, akik lemondtak a világról, és fölköltöztek a kuti, a meditációs terem, a gompa és az összes ilyen hegyi intézmény karjaiba és akkor ott, és csak is ott lehetett elérni a felébredést. Azzal, hogy a tan nyugatra jött, egy elképesztő vérátömlesztés vette kezdetét, egy hatalmas kihívás elé nézünk azért, mert itt az elmúlt 15 évben, és szerte a nyugati föltekén az elmúlt 50-60 évben nagy részt világiak gyakorolják a tant. Nagy részt családos kapcsolatban élő kötődéssel bíró emberek. Innentől kezdve a darmának az ereje ebben a közegben mutatkozik meg. Azt kell mondanom, hogy akárhova tekintek, ahol gyakorolnak az emberek, és ahol van tanító, tanítás és tanítványi közösség, és jó szándékkal, kellő alázattal törekednek önmaguk és a világ javítására, ott működik. Úgyhogy lássunk tisztán, halljunk tisztán, tükrözzük ezt a pillanatot tisztán, és akkor abban jelen van az, amely nem megnevezhető, de mindegyikünkben ott van. Miért nem ki vagyok én, és ehelyett mi ez? Amikor a mi ez kérdést tesszük fel, akkor azt ugye befelé irányítjuk, és megpróbáljuk tapasztalni azt, hogy mi az, ami bennünk lát, szagolt, szagol, tapint, ízlel és a többi, és ki mondja azt, hogy én. Ezzel rálépett elkerülhetetlenül a tudatosodás útjára, Amilyen mértékben ezt az ént megismeri, megtapasztalja, olyan mértékben tisztul le. A legelső az, hogy semmit nem lát. Csak a karmájait megy és jön a szeme előtt, óriási hullámvasutazások vannak, ez még akkor is így van, hogyha az első elvonulásodon mondjuk béke van. De eljössz a második, harmadikra, hidd -e, hogy elkezd a Jurassic Parkban üvölteni a dinoszaurus csorda, és a tudat küszöbödnek a rácsát rázva megpróbál egy kicsit a feszínre kerülni. Minél hamarabb, annál jobb. Akkor kevesebbet védekezel meg, folytasz meg, próbálsz viselkedni, meg ilyenek. Amikor a ki vagyok énre kérdezel, akkor az már a keletkezett személyiség, az avatár, azt is meg kell ismerni, de nem lenne jobb először megtapasztalni azt, ami látja mindezt? Az nem személy. És ez jó hír, mert nem kettő van belőled, egy van belőled. Ez a látó, ez az az önvaló, ami mindenki, de valójában senkivel sem azonos. És innentől kezdve ez a látó, ez a látás tényleg a miénk, tényleg az eredeti önvalónkkal azonos, és innentől kezdve azt az avatárt nagyon jól látod, amit üzemeltetsz, amilyen személyiség vagy, és oszthatsz, szorozhatsz, elvehetsz, hozzátehetsz, lepucolhatsz, beszenyezhetsz, teljesen rajtad múlik, csak ne a teremtetre kérdezzünk mindig, hogy ki ez, mert akkor a teremtőig soha nem fogunk eljutni. A ki vagyok egy gyönyörű önismereti téma, egyben vastagítja a börtönfalát. Ha rosszul csinálod, mert megálltál ennél, és nem léptél tovább a mi ez felé, mi az, ami lát, a a és a többi. Mert nem lehet az édenkerti tagságit megújítani. Onnan kijöttünk. Tehát az emberiség rálépett a tudatosodás útjára, ha jól csinálja, akkor az én fogalmat megismeri, ha rosszul csinálja, akkor még több illúziót gyűjt ugyanerre a felületre. Honnan tudjuk? Vannak olyan kultúrák, amelyek nagyon magas szellemi minőséggel rendelkeztek, és ezért sokkal több egyensúlyt, boldogságot, szeretetet, egyebet termeltek, és sokkal kevesebb háborút, haragot, kabzsiságot, pusztulást és pusztítást. Fordítsd meg az egyenletet, minél több olyan kultúrát látsz, ahol rengeteg a háború harag, kabzsiság, szenvedés, szenvedetés, ott biztos, hogy a téves nézetek a helytelen én fogalommal kezdődnek. A helytelen öndefinícióval kezdődnek. Ezért a másikat se látom jól, egyik csoport sem látja a másik csoportot jól, és így a világhoz való viszony is teljesen torz és szennyezett. Most tessék az európai történelem legutóbbi 150 évét ebből a szempontból megnézni, az eredményt rátok bízom, de eléggé egyértelmű. Hogyan lássuk azt meg, hogy mi a dolgom, illetve mi a dolgunk? Hát maradjunk az egy személyes téma, hogy mi a dolgunk, az már egy sokkal-de sokkal komplexebb téma. És anélkül, hogy a személyes dolgodat kitalálnád ebben az életben, anélkül a kollektívre sem látsz rá. Kapcsolatnál ez azért érdekes, mert te nem vagy egy autonóm személyiség akkor a másik embernek az akarat teljesen el tud húzni. És ez eleinte nagyon jó lehet, mert nem vagy annyira énes, meg nem vagy annyira ambíciózus, meg egyebek, de csak az történt, hogy nem tudod, mi a dolgod. És onnantól kezdve az ember elkezd csapódni a maga és mások szeretem, nem szeretem, kell, nem kell döntései felé. Magyarul nincs iránya, nincs útja, és ezért a legváratlanabb helyzetekben dönt rosszul. Mert nem tudja, hogy az útkereszteződésben merre forduljon. Nem tudja, hogy a horizontot, ha eléri, mi legyen a következő lépés. Nagyon sokan akarják elérni a megvilágosodást, és szunyim, és taníts, és segíts. Megkérdezem, rendben van, nagyon örülök ennek az őszinte szándéknak, tanítani és segíteni foglak, megígérem, csak egyet mondjál meg, légy szíves. Ha elérted a megvilágosodást, mit kezdesz vele? És akkor leáll a gép házi feladat mindenkinek. Eléred a felébredést egy gyönyörű napon, amikor az énségednek az utolsó nyári ruháját is levetközted magadról. Akkor mit csinálsz vele? Tehát, hogy mi a dolgom, az egy nagyon komoly belső és külső munka, de inkább belülted fel azt a kérdést, hogy mi a dolgom, és enged, hogy a film pörögjön, és a szokások azok lehetőleg menjenek el. Bezony. Ez egy nehéz munka, de nem érdemtelen pár hónapot rászánni az életedből azért, hogy az életed hátralévő részében tényleg tud, hogy mi a dolgot. Most már több egyszer jött vissza ez a kérdés, és ahogy mondtad azt, hogy akkor most már, ha tudom, hogy miért születtem meg. Tehát ez, 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 engem érdekelt már kicsi korom óta, hogy valamiért megszülettünk. De ezek szerint ezt mindenki megtudhatja? Vagy hogyha... Igen, ez egy belső tudom... munka, és azért készüljünk fel arra, hogy nem az első válasz lesz a helyes. Mert amit úgy belőle kaptál választ, az nagyrészt még szülői, baráti, ellenség és egyéb kondicionálásnak az eredménye. És hogy azt a réteget leházd magadról, az az elég nagy munka. Ahhoz, hogy ezt tényleg elérd és tisztán az nagyon sokszor, mint a mesében, stációkon és próbákon kell keresztül menni, mert van olyan karma, ami egyszerűen nem hajlandó eltakarodni az útba. hát először meg kell tapasztalni ezt, találkozni kell azzal, beszélni kell emezzel, meg kell szabadulni amattól, és akkor, akkor érzed, hogy egy picikét tisztább vagy, könnyebb vagy, normálisabb vagy, és akkor kaphatsz választ, mert ezek a korábbi karmák, torzító mezők, felesleges ragaszkodások, hamis azonosulások elmúltak. És ez megint csak nem az életednek a nihillés orvasztása, hanem egy tiszta, meghaladó, látó tudat elérése. És akkor felteszed a kérdést, és látszólag a semmiből de nem a semmiből jön a válasz. De ha csak a gondolkodásod eredménye, akkor a karmát pökött valamit, az kész. Egyszerű a kérdésem. A két hogy dolgozzak, mert pont egyfajta motivációhiányból fakad az egész. Kételkedj a kételjben. Az milyen? De nem abban kételked. Az a baj. Abban kételkedsz, amiben nem kéne. Tehát van egy egység, mondjuk egy normális tapasztalásod, tényleg kék az ég? ez tiszta hülyeség. Tehát amikor fogod magad és kételkedsz a kételkedésben, hogy fel kell -e nekem tenni ezt a kérdést, vagy sem? Kételkedjek-e, vagy sem? Maradj meg ebben, hogy kételkedjem-e, vagy sem? Előbb-utóbb egy ilyen kis saját farkába harapó kígyócska lesz belőle, amely egyre kisebb sugárban fog pörögni, és eltűnik. Jó? A tisztelet és szeretet kettősét használod elég gyakran, és ez, erről beszéltünk valamikor. Lovakat is állítólag úgy nevelnek, hogy tisztelet és szeretet, és hogy a kettő az, az, az egy skál, mint egy potenciométer lenne, és úgy kell megtalálni az egyensúlyt, hogy ha nincs tisztelet, akkor, akkor egy kicsit csökken a szeretet, és akkor egy kicsit alázat, meg keménység, ha meg az rendben van, akkor egyre több szeretet. Ez, ez a te esetedben is kifejtenék pontosabban, hogy... Mivel ezt, a lóévében születtem, persze. De tényleg így van, és tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Müller Pétert, aki olyan levelet írt, hogy a szívemet ezer évre elárasztotta tisztelettel és szeretettel, és a végén azt írta, hogy különbözik-e ez a kettő. Tehát ezt a kérdést nagyon-nagyon kevesen tették fel. És hogyha megnézed, tényleg azon éremnek a két oldala, vagy egy számegyenesnek így a két értéke, amelynél van egy olyan középút, ahol kellő tisztelet és kellő szeretet van, és nincs egy mesterséges távolságtartás csak azért, hogy tisztelet legyen, és nincs ez a cuppanós szeretet, amikor állandóan le kell vakarni a másikat, mert nem tud elég távolságban lenni, és akkor tisztelet sincs. Amikor a tiszteletről és a szeretetről van szó, akkor ezeknek a magasabb minőségei a bölcsesség és az együttérzés. És a bölcsesség lefordítódik tisztelette, és az együttérzés pedig szeretetté. Ehhez egy olyan hozzáállás és világlátás kell, ahol te magad nem vagy fontosabb a másiknál. Nem vagy jelentősebb a másiknál, nem vagy szeretetre méltóbb a másiknál ahogy a buddha természetünk teljesen megegyezik, illetve a buddha természetünk az, ahol a különbség és az azonosság nem merül fel, ugyanúgy ezek az értékek azok, amelyeket korlátlanul tudunk adni és kapni, ha egyszer rájövünk, hogy ez miért jó, és hogy kell ezt tenni. Tehát ez a Föld, ahol mi élünk, ez nem jó vagy rossz hely. Annyi Annyifélét olvasol erről a bolygóról, az emberiségről, hogy mi miért vagyunk itt, és hogy ez egy börtönkolónia, vagy ez egy paradicsom, vagy valami egyébség. Nem, ez a Föld pontosan a mi tükrünk. Amit mi csinálunk, azt ez a planéta száz százalékig visszatükrözi ránk. Olyan, ami ennél tesszük, és ez a legnagyobb tanítás itt, homo sapiensnek, aki elképesztően bölcsnek hiszi magát, még azt se értette meg, hogy a természet körülötte hogy működik. Nagyon az elején tartunk. Nagyon. És a vizsgálati módszereink eléggé ott rombák. És innentől kezdve, hogyha a tiszteletet és a szeretetet szeretnénk elérni, hát az nem megy anélkül, hogy magunkat, a másik embert és a világot jobban megismerjük. Úgyhogy elég nagy a feladat ahhoz, hogy ezt a kettőt egyben lássuk és meg is valósítsuk. Nem is tudom, miért nem kérdeztem meg, és nem hallottam, hogy bárki más megkérdezte volna. Interneten állandóan bejönnek ezek, hogy 10 milliószoros nap, meg. 1 a milliószoros kedvenc nap, témám. Meg, ilyen nap, meg. Ez olyan, mint olyan a fekete nap. péntek, tudod? Igen, igen, igen. Szóval erről szeretnék -e kérdezni, hogy mint aki kicsit talán benfentesebb ezekben a dolgokban, ha igen, ezek vannak, esetleg ha ezek nincsenek, mások vannak giorgio volt egy fantasztikus sztoria, azt mondja, teli hold előtt ne szóljatok egy szót sem, és utána is csak egyetlen szót szóljatok. Senki nem szólt egy árva szót se, és akkor azt mondta, minden nap jó nap. A teli hold, itt a tiszta tudatnak a holdja. Azt jelenti, hogy mielőtt elérted a felébredést, egy árva szót ne szólj. Miután elérted, akkor is csak egyet és akkor itt a válasz erre az egészre. Minden nap jó nap. A don't check it, don't want it, don't make it, don't hold it, hoz szeretnék egy tanítást kérni most így ebben a helyzetemben, mert a, ez a kifele-befele felelősség is van, magunk fele is, hogyha egy picit kifejteni így szíves szól, akkor azt köszönöm. Csak tedd. Tehát, ahogyha ne aggódj, ne ellenőriz, ne dualizálj, ne ragaszkodj, ez egy szabad fordítása annak a az öt fontos direktívának, amit Sun mester mondott. Tehát a ne ragaszkodj, per ne azonosulj semmivel, ne tartogasd a múltat, ne akaratoskodj, ne aggódj és ne projektálj. Ezt úgy kell tenni, hogy amit teszel, csak tedd, és a gondolatnak a ráépítő, projektáló, dualizáló, aggódó, tartogató, ragaszkodó dolgait, az teljesen házs leróla. Ez a tiszta cselekvés. Ugyanez a tiszta beszéd. Tehát hány egyéb réteget gondolunk, miközben az egyiket kimondjuk? És ezt elég jól lehet látni. Tehát magadban lásd azt, hogy mi az, ami még reakcióból, karmából, szokásból rárakódik arra a cselekvésre, kommunikációra, amit éppen teszel. Mert azt tud, hogy három ember helyett teszed, és ezt köszönjük, mert a templomnak a motorja az egészen nyilvánvaló. És nagyon-nagyon fontos, hogy ez nagyon jó gyújtással, kipufogással mind a négy hengere menjen. Tehát a gondolkodás, az érzelmek, a beszéd és a cselekedet. Úgyhogy ha ezek szépen a vezérmű tengelyel megfelelő módon vezéreltetnek, akkor ez egy jól működő erőmű. Mindenkiben benne van. Ez a lényeg. Tehát pillanatról pillanatra lásd tisztán, haj tisztán, beszélj, cselekedj, és az egyéb alapműködés legyen meg, és lásd meg azt, hogy az elme mit rak rá, mit csinál belőle, és ezt lehántani. ahogy van. És megtartani ebben a pillanatban tisztán mindent. És nincs több. Ezért van tant ilyen fókusz, ezért látunk minden karmát relatívnak, ezért lépünk túl a keletkezett valóságon, hogy belépjünk abba az állapotba, amikor ezt a teremtést tudjuk szabályozni. Hogy ne rakjam rá ne vetítsem rá, ne aggódjak, ne mondjak véleményt, ne panaszkodjak, semmi olyasmit ne tegyek, amelyel ezeknek a csatornáknak a minőségét lerontanám. Onnan tudod, hogy ez megtörténik, hogy állandóan echo van a lélekben. Az elme nem szabadul meg a saját kivetítéseitől olyan könnyen, újra és újra járja a köröket, és még egy réteg, még egy réteg, még egy réteg, még egy réteg. Látszólag végtelenül hol van az elég, és ebben a pillanatban van az elég, és akkor csak tedd, és akkor az teljesen tiszta. Onnan tudod, hogy helyesen teszed, hogy megújul az energiád, megújul az erő. És akkor tényleg állandó egység tapasztalat van, és helyes kapcsolat van a világgal, az emberekkel, mindenhogy. Jó? Hát ez az előbbihez van nekem is egy kis kérdésem, mert hát van tennivaló rengeteg, és sokszor én is vagy én is. Hát sokszor én beleakadok ebbe, hogy ráépítek így -e mondott gondolatokat, aggódok, megfelelés, mi lesz belőle, jó lesz, nem lesz, sok emberre kell dolgozni, mit csináljak, hogy csináljam. Most ilyen szinten csak csináljam, aztán lesz, ami lesz, és... Nem, nem. Ó, nem, nem. Kiengedtük a gyeplőt a kezünkből, lovak arra rohannak, amerre akarnak. Te meg a szekéren, egy ideig ott nézed a bakról, jön egy kátyú, puf, Nem jó. Mire van szüksége a kertnek, a növényeknek? Fantasztikus, jól csinálod, ilyen szép a kert, tíz éve nem volt, és minden eddigi kertésznek köszönhet, de látszik. Elképesztően jó. Mire van szüksége a kertnek? Ebből következik, hogy a kertésznek mit kell csinálnia és csináltatnia. Itt egy óriási dolog az, hogy tud delegálni, tud kiadni a munkát, tud jelen lenni, és amikor ez megvalósul, és megvalósul, mert látjuk az eredményt, akkor nincs. Okod az agodalomra, Miért? Mert a természet pontosan ugyanúgy működik már több milliárd éve. Ez egy elképesztően megjósolható működés. Tehát alapozza kertre ahhoz, hogy a kertet tudjuk művelni. Semmi más nem kell. Jó, akkor konkrét példa. Például ma is úgy éreztem, hogy kifutta a minden. Tehát nagyon sok helyre kellett egy, egy időben figyelni. Tehát vannak ilyenek, mikor érzem, hogy nem, nem tudom egyszerűen delegálni helyesen, nem tudom irányítani. Ezt azt érzem, hogy úgyis utána kell még nem meg ö, többi valószínű, vagy nem mindig, de van, hogy még utána is kell dolgoznom, hogy akkor hol érem utó magam, vagy hol? Vagy... Ez nem egy egyszemélyes műfaj, Tehát itt nem magadat kell utolérni, itt a kertet kell naponta művelni, és annyi emberrel ahányan lehet. Itt szeretném mindenkinek a kertművelő segítségét megköszönni, mert ezt tesszük. Ezt tesszük, és látszik is, érződik is, ízlelhető is. Úgyhogy legyél része a kertész csapatnak, kertészünket pedig kérem, hogy nevezzen ki alvezéreket, kiskertészeket. Mint ahogy szakás, nagyon kiskuktákat is ki tud nevezni, és az milyen jó. Úgyhogy nagyon nagy művészet a csapatmunka, nagyobb tréning nem is nagyon van így emberi társadalom szint, hogy hogyan tudunk -e együttműködni. Szunkszán megkérdezték, és páran hallottátok a sztorit, hogy mi a legnehezebb tréning. Azt mondja, ne, ne hozz létre a nehezet, csak csináld. És akkor egy kicsikét ott akaratoskodtak Amerika keleti partján, és azt mondja, hogy mégis, mester, azért kérünk szépen, mondd meg nekünk, hogy akkor a száznapos egyéni elvonulás a legnehezebb? És ne. Hát az olyan, mint a vakáció. Megvan étel, ital, lakhely, csak csinálni kell reggeltől estig, senki nem zavar, felmész, karmádat ott hagyod, lejössz. Hát akkor mi a nehéz a 90 napos közös elvonulás? Azt mondja, ne, tehogy az a legkönnyebb dolog. Olyan, mint egy hajó, a bölcsesség hajó, Prajna Ship, ugye? Ott van a kapitány, ott van a fedélzetmester, a szakács, az első tiszt, az összes matróz, és csak tenni kell a dolgodat. Kihajóztok az első napon, és a hullámokon szépen átmentek, eléritek az újabb kikötőt, és a 90. napon kiköttök. Hát akkor a zenközponti, vagy esetleg a templom élet, azt mondja, de hát az egy legjobb dolog a világon. Hát dolgozol is, kívül, belül, gyakorolsz, pénzt keresel, semmi gond ezzel. Akkor ször, azért mégis mondja már meg, hogy mi a legnehezebb tréning. Ja, az emberi együttműködés. Tehát nézd meg, hogy mennyi véleményt, fixa ideát, szeretem-nem szeretemet kell félretenned ahhoz, hogy a másik emberhez eljuss és együttműködj vele. Tehát milyen elképesztő munka az, önismeret, másismeret, karmagyúrás, darma tanulás ahhoz, hogy te ténylegesen lásd a másikat. Legalább közelítőleg ahhoz, ahogy az a másik tényleg van. A létmódját, a tatváját ismerd meg, hogy az az ember hogy létezik hogy beszél, hogy gondolkodik, hogy cselekszik, hogy érez. Nagyon fontos. És hogyha ez így van, akkor elég könnyen eljutsz a másik emberhez, eléggé hatékonyan ki tudod adni a feladatot, jól látod azt, hogy pontosan mi történt, és a bekeményedő, nagyon-nagyon szoros érzelmi reakcióktól kiméled meg magadat, mert ez a világ nem a tökéletességről szól, hanem az optimumról szól. Az optimumot pedig adja a természet. Tehát, hogyha nincs megkapáva rendesen, kinő vagyom. Nincs megöntözve, kiszárad. Nincsen valami nagyon szép biopermettel lepermetezve megette a rovar. Tehát ez a nyelv, amit a természet beszél, csak ezt és az összes többi akcentusát nem nagyon hallottuk meg az elmúlt pár tízezer év alatt. Úgyhogy nem egyedüli feladat, nem vagy vele elmagányosodva, add ki azt, amit lehet, és kövesd el, amit lehet a jó érdekében, és ennyi. Az összes többi az érzelmi reakció, ettől viszont különböztesd meg a tényt, hogy az előző kérdéssel válaszként mondtam, csak tedd, de látva tedd, és akkor rendben van. Mi a haszna, vagy van-e haszna a panaszkodásnak, akárha Hát ez egy szörnyű kérdés, hát borzasztó. Hát ilyet soha nem hallottam, nem is akarok válaszolni rá, mert olyan minősíthetetlen. Na, ez a panaszkodás. Mondjam tovább. A kivetítésnek az egyik legalacsonyabb formája, ha bajod van, mondd el. Ha segítség, akkor kérd, de ne blamáld a világot azért, mert olyan, amilyen, és ne hibáztasd a másik embert azért, mert ő olyan, amilyen. Tehát ne panaszkodj, cselekedj azért, hogy javítsunk magunkon és másokon. Ezt lehet. És mit kezdjek én azzal, ha túl sokat panaszkodnak nekem? Legalábbis én ezt így érzem. Nagyon jó, fantasztikus, gyönyörű kérdést kaptam most tőled. Tehát megkérdezed, miben segíthetek? És akkor nyomja, tehát akkor fel kell készülni, hogy az összes zsilipet főhúzza, és mint az asszúáni vőgyzárógát, millió köbméter per másodpercet tolja a kivetítését rá. És akkor azt neki 20-30 másodpercet, ez elég sok az életedbe. De utána azt mond, hogy köszönöm ezt, meghallottam, de inkább azt mond, hogy miben segíthetek. Elkezded a megkülönböztető bölcsesség és együttérzés keverékét szépen adagolni a véráramba, hogy hagyja már abba a zajkeltést. És pontosan azt mondja, hogy szerinte, hogy lehet ezt megoldani, és hogy te így miben segíthetsz. És abban marad a panaszkodás, és átmegy ez egy megoldóképletbe. Tehát ezt tudod elérni a helyes kérdéssel. Ezért kérdezünk a zenben, és nem alítunk meg, felszólítunk meg, minősítünk meg, ítélni, ez nincs, mert haszontalan. Panaszkodni végképp nem panaszkodunk mert az a leghaszontalanabb. Az a saját tehetetlenségünknek az ekkora bemutatása. Ezért a miben segíthetek, az pont cselekvéssé, megoldássá változtatja ezt a teljesen rendezhetetlen halmaszt, ami szegénynek a frusztrációja. És onnan kell visszajutatni őt abba, hogy igen, meg tudjuk oldani. És hogyha én elfogadok tőled bármilyen projekciót, akkor az az, hogy tényleg tudok neked segíteni. Ezt kérlek, hogy hidd el, mert én azt kérdezem, hogy miben segíthetek. És előbb-utóbb nagyon gyorsan fölébred. És megszűnik panaszkodni, mert látja, hogy eredménytelen. De te nem rohantál el, nem vagy rá dühös, nem ítélsz fölötte, nem minősíted, nem panaszkodsz vissza. Itt van a dögeltemetve. Próbáld meg. Hát egész eddigi életem fő kérdése, egyik fő kérdése, vagyis fő tapasztalata egy kijelentés, hogy amivel folyton szembe találom magam, hogy sok vagyok. Az elmúlt időszakban igyekeztem másképp kezelni ezt. Többször hallottam a dharma beszédeiben azt a szót, hogy báj térré. És mindenféle pofa és gesztus nélkül valóban igyekszem téré válni. De valahol mégis akad ebben a térben egy feszültség, amivel nem tudok mit kezdeni. És erre szeretnék segítséget kérni. Ha feszültség van a térben, az már nem tiszta. Megjelent valami csomó a palacsintatésztában, amit el kéne keverni. A tiszta térben nincsenek megkülönböztetett entitások, pontok és így polaritások sem, feszültség sem alakulhat ki. Tehát a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat az úgy lát, úgy van, ahogy van. Tehát ha sok valami, az az énség. Ha sok valami, az a karma. Azért gyönyörű az anátman tanítása, mert hogyha nem szilárd entitásként, ami abszolút mini vagy maxi létezőként veszed szemügyre magadat, akkor látod azt a temérdek karmát, amiből te összeraktad magadat, és ezen tudsz változtatni. Tehát mi az elég? El legyen ez a te kérdésed. Hol van az elég? Mennyi szó elég? Mennyi cselekedet elég? Mennyi gondolat, érzelem elég ahhoz, hogy? És a túloldalon ott van a másik ember, ott van a helyzet, ott van a csoport, ott van a megoldandó feladat. Tehát, hogyha túlvezérled, az ugyanolyan probléma, mint hogyha alulvezérelnéd. És a középút tanítás ezért gyönyörű, és ezért vagyunk hálásak nem csak Nágár Gyurának, Bóthi Darmának, hanem mindenki, aki a Mahaján és ezen vidékén valaha közreműködött, mert már nem nirvánára és szamszálára szaggatjuk szét magunkat, és az örök körforgásban így szépen bandukolunk, hanem van egy középút, van egy egyévvállás, van egy olyasféle állapot, ahol elég volt. Elég volt a gondolatból, elég volt a cselekedetből, elég volt a beszédből, Elég volt a sok-sok érzelemből, és amikor leállsz, hátralépsz, akkor pontosan az történt, aminek kellett történnie, mert a középúton maradtál, mert az optimum valósult meg, nem törekedtél sem a tökéletességre, és nem maradtál a tökéletlenségben. És amikor meghaladod ezeket a duális párokat, akkor hirtelen nem lesz túl sok vagy túl kevés. Így lesz, jó. És ez folyamatos. Tiszta tudatot kíván. A pillanatnak a helyes felfogását kívánja. Mi az elég? Ez a beszéd most elég. Köszönöm a figyelmet.